Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Önök az Egerszegi Estéket, az Alegerszegi Televízió közéleti magazinját látják. Alapvetően városi rendezvények és programok köré épül a mai műsorunk. Elsőként egy kicsit visszatekintünk a mögöttünk hagyott hétvégére, amikor is már 21. alkalommal rendezték meg a jótékonysági családi napot az Aqua Cityben. Ezúttal a főzés és a belépőjegyek árából befolyt bevétel is, egészen pontosan az Zala vármegyei Szent Rafael kórház javára fordítódott, azon belül pedig a fülorgégészeti osztály kapja meg ezt az összeget, és vásárolhat belőle nagyon fontos eszközöket, hogy egészen pontosan mire fordítják az összegyűlt több mint 10 millió forintot, ez kiderül a mai műsorban. Ez tehát a mögöttünk hagyott időszak, aztán egy kicsit előre is tekintünk, hiszen előttünk egy nagyon mozgalmas hétvége áll. Zalaegerszegen ugye már augusztus 19-én megkezdődnek a Szent István napi ünnepi rendezvények, jönnek tehát ezek, ezúttal mivel készül a város, hol lesznek rendezvények, hova várják az ünnepelni vágyókat. Ez a következő témánk, és aztán még mindig augusztus 20-ánál tartunk, ugye Zalaegerszegen nem csak Szent István napját ünnepeljük ezen a napon, hanem a Falumúzeum napját is, és ahogy már megszokhatták, Zalaegerszegen a Skanzen is mindig nagyon nagyszerű programokkal készül, idén különlegesség is lesz, hogy egészen pontosan mi, az is kiderül a mai adás. Tartsanak velünk. Én köszöntöm már is első vendégemet a stúdióban, dr. Török Lászlót, az Zala vármegyei Szent Rafael Kórház fülorgégészeti osztályának vezető főorvosát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy az időjárás nagyon kegyes volt múlt hétvégén az alaegerszegiekhez és mindenkihez, aki strandolni szeretett volna. Nagyon sok csapat volt, akik készítették az ételeket, nagyon sokan jöttek az Aqua Citybe. Önök is ott voltak közöttük, hogyha jól tudom. Így van, az osztályunk is képviselte magát a főző napon. És főztek is? Így van, kettő étellel vártuk a megjelenteket. Egy pincepörköltet, ilyen paprikás, lecsós alapon készítettünk, illetve a másik pedig egy babujást. Akkor ez a bevétel is saját magukat, tehát ezúttal az osztályt gazdagította. Több mint 10 millió, egészen pontosan polgármester úr közlése szerint 10,5 millió forint gyűlt össze. Ugye több tételből adódnak az adomány részletei, egyrészt a belépőjegyek ára, másrészt a főzőcsapatok által elkészített ételek, és annak az értékesítéséből befolyt bevétel, illetve különböző felajánlások. 10,5 millió forint, amelyet gondolom még nem kapott meg, de meg fog kapni az osztály. Igen, ez így van. Én is olvastam, illetve nekem is elküldték azt a bejegyzést, amit polgármester úr készített a Facebookon, és rettenetesen örültem neki. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy összeg, és az osztály életében én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő. Azok az eszközök, amiket fogunk tudni vásárolni belőle. Milyen eszközökre lenne szükségük? Mit terveznek, mire fordítják ezt az összeget? Hát ebből az összegből, hát bízom benne, hogy három eszköz is ki fog jönni. Egy, az ambulanciára szeretnénk egy új mikroszkópos egységet vásárolni. Ennek az lenne a jelentősége, hogy ez egy bővíthető digitális készülék lenne, amivel meg tudnánk jeleníteni a betegségeket. Tehát azt, amit én látok a mikroszkópban, azt ki tudnám vetíteni a betegeknek is, meg tudnám mutatni. Ugye gyerekeknek, szülőknek, gyakorlatilag bárkinek lehetne használni. Egyáltalán el lehetne magyarázni, hogy pontosan mi okozza a problémát? Így van. Hát mert most gondoljunk bele, gyakorlatilag bejön a beteg a kezelőbe, elmondja, hogy mi a panasz, ha én megvizsgálom, és utána én megpróbálom neki plasztikusan elmagyarázni, hogy mit is láttam, de így gyakorlatilag sokkal-sokkal könnyebb dolgom lenne elmagyarázni, mert látná a beteg is, hogy tényleg ott a betegség, itt van egy kis probléma, ott esetleg, vagy adott esetben teljesen így minden. Tehát ez is ilyen moziszerű lenne már. Kicsit, igen, így van. Ez az egyik eszköz. A másik eszköz pedig a hallásvizsgáló állomásunkon, az audiológiának lenne még egy eszköze. Ez egy speciális hallásvizsgáló eszköz lenne gyakorlatilag. A másik, hogyha bízom benne, hogy futja még a keretből, akkor az pedig egy ilyen középfüli nyomásviszonyokat és reflexviszonyokat vizsgálná. Milyen gyakran használnák, vagy fogják majd használni ezeket az eszközöket, és korosztály tekintve gyerekek, felnőttek számára egyaránt használható? Gyakorlatilag mindenkinek. Inkább az a kérdés, hogy mikor nem használjuk őket, amikor zárva vagyunk. Ezek mindennapi használatos eszközök. Tehát minden egyes alap fizikális vizsgálatnak a része a mikroszkópos fülvizsgálat. Ezt gyakorlatilag a csecsemőkortól az aggasztjánig bárkinek bármikor. Bármilyen időpontban használjuk ezeket ezt a mikroszkópot. Az audiológia pedig ugye egy ráépített probléma, megoldó és felderítő állomás. Tehát, hogyha valakinek bármilyen hallással kapcsolatos problémája van, első körben a fizikális vizsgálat, megnézzük mikroszkóppal a fülét, és utána pedig ugye a funkcióról tudunk fontos információkat nyerni. Korábban nem voltak ilyen eszközök a kórház birtokában? Voltak, de nem ennyire modernek.
Tehát ugye ennek pontosan az a lényeg ennek a rendszernek, vagy ezeknek az eszközöknek, hogy ezt egy rendszerbe bele fogjuk tudni foglalni. Tehát létre fogunk tudni hozni egy olyan elérhető digitális adatbázist, hogy adott esetben beütöm a betegnek a nevét, tajszámát, bármilyen azonosítóját, és az összes audiológiai vizsgálatát látni fogom egy fül alatt. Tehát elő tudom hozni 2-3-4-5 évre visszamenőleg az adatokat is. Főorvosor ugye nem zalaegerszegi, messziről érkezett hozzánk. Más kórházakban használnak ilyen eszközöket? Vannak önnek tapasztalatai ezekkel? Igen, más kórházakban is vannak ilyen eszközök. Alapvetően, hogy egy kicsit ezek ilyen, hogy mondjam, alapkészülékek, de amiket mi szeretnénk beszerezni, ők sok több egyéb speciális gyerekkori vizsgálatra alkalmas funkcióval fognak rendelkezni. Azért is hirdettük meg, vagy legalábbis kértek tőlem tájékoztatást, akkor igazán ugye a gyerekellátás az, ami ezt nagyban előlendíti, vagy elősegíti. Mert egyébként mekkora szükség van ezekre a vizsgálatokra? Szóval, hogyha azt nézzük, hogy a lakosság körében mekkora százalékot tesz ki az, hogy valamilyen hallás problémával, akár ideiglenes problémával jelentkeznek, vagy rendelkeznek? Hát egy picit megfordítanám akkor a kérdést. Van egy 2015-ös EMMI rendelet, ami a 0-18 éves kor között életkorhoz kötődő hallásvizsgálati eljárásokról szól. Tehát eleve van egy törvényi kötelezettségünk is, hogy mi ezt 0-18 éves körött elvégezzük. Nyilván ez a védőnőkkel, háziorvosi, gyermekháziorvosi szolgálattal szorosan együtt működik, tehát vannak, amit a rendelet az oda delegál, viszont vannak, amit a klinikai szintű audiometriai vizsgálatokat kell végezni. Tehát ezek általában egyes kategóriás készülékek, hogy ott csak szűrő audiometriai vizsgálat van. A pontos, végleges diagnózist azt mi állapítjuk meg filurgégészként, és ugye van egy speciális ráépített szakvizsga az audiológusként nekem jogom van leletezni ezeket a mért eredeteket, és azokat valós, validált eredményként lehet elkönyvelni. Valóban ugye a védőnői vizsgálatoknak nem bizonyos korban, amikor vannak ezek a státuszvizsgálatok, akkor részét képezi a hallásvizsgálat, és ha ott valami problémát feltárnak, akkor így van, jönnek el a kórházba. Pontosan, és akkor ugye, ahogy szokták mondani, a biológiában egy mérés, nem mérés, és sajnos az orvostudományban is így van, több mérésből tudjuk összerakni az eredményt. Tehát mondjuk van egy problémásabb eset, akkor 2-3 oldalról is meg tudom világítani, hogy na, esetleg akkor itt mértünk egy ilyen eredményt, a másik, ha ezek mind kongruálnak, akkor természetesen meg tudom mondani, hogy akkor nyugodt vagyok. Összességében akkor azt mondhatjuk, hogy ezek nagyon fontos, és nagyon, olyan eszközök az osztály számára, amire nagyon-nagyon vágytak már. Így van, ez így van pontosan. Vannak régi eszközeink már, 30 év környékiek még annó, elromlottak, és most ezeknek a pótlása történik meg. Hogyan, mi a folyamata az eszközbeszerzésnek? Most ugye megvolt a jótékonysági nap, összegyűlt egy bizonyos összeg, most hogyan kell lépniük? Az ISPITA alapítvány, a kórháznak az ISPITA alapítványán keresztül fog az eszközbeszerzés megvalósulni, és az annak a szabályai szerint, az alapítvány beszerzési szabályzata szerint fog ez megvalósulni. Tehát én fölparaméterezem azokat az eszközöket, vagy megadom azokat a paramétereket, ami alapján árajánlatot tudnak kérni az ISPITA alapítvány, és akkor megnézzük, hogy milyen ajánlatok fognak befutni, és akkor szakmailag átnézem őket, és akkor az alapítvánnyal együtt fogjuk eldönteni, hogy mik azok az eszközök, amikre tényleg szükségünk van, és tényleg jók is. A beszerzés az milyen hosszú időtávra várható? Hát én nagyon bízom benne, hogy szokták mondani, mire leesik az első hó, addigra meg lesz, tehát én bízom benne, hogy a november-december környékéig. Hát nyilván szállítási határidők, stb. Tehát sok minden beleszól, de én bízom benne, hogy ez az évben mindenképpen minden eszköz meg fog érkezni. Amikor ez megtörténik, bizonyára mi is beszámolunk róla a híradóban. Főorvos úr, mire lenne még szükségük az osztályon? Mert szerencsésen ez akkor megtörtént, ez az adománygyűjtés, ennek jó hasznát veszik. Lenne még szükség bármilyen segítségre a lakosság részéről? Hát alapvetően ugye az eszközeink, a nagyértékű eszközeink, azokban lehetne még fejleszteni. Alapvetően a következő lépcső, amit én így magamban elgondoltam, az egy speciális koaguláló és vágó eszközet gyakorlatilag a műtőben használnánk, és az ilyen bőrdaganatok, ugye nagy számban küldök bőrgyógyászat, ilyen apró bőrdaganatok, fejnyak területén lévő kis bőrdaganatok, azoknak a könnyebb eltávolítása, jobb gyógyulás érdekében egy úgynevezett rádiófrekvenciás eszköznek hívják ezt, egy nagy frekvenciás eszköznek, ezt szeretnénk a következő időszakban, amikor ez lezárul, az lenne a következő projekt, amit szeretnénk beszerezni majd. Közben pedig folyamatosan pályáznak, mert hogy vannak ilyen lehetőségek is. Így van. Jelen pillanatban is fut most egy pályázat a
Lukovics igazgató úr jó voltából az onkokardiológiai pályázatban egy új széndioxid lézer beszerzése fog megvalósulni. Bízom benne, az november 15-i határidőt mondtak, hogy addig meg fog érkezni. Hát akkor ezek szerint a betegellátás mellett folyamatosan kell arra is időt szakítani, hogy különböző pályázatokat figyelni, eszközbeszerzésnek minden lehetőségét megragadni. Igen, ez így van, így van. Hát mindig van mit fejleszteni, mindig van mit fejlődni, új technikák vannak, az új technikák új műszereket kívánnak. Úgyhogy igyekszünk megfelelni a kihívásoknak. Főorvos úr, én gratulálok az adományhoz, és kívánom, hogy akkor vegyék használt ennek a kórházban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Minden jó. Kedves nézőink, ahogy ígértem, ez volt az mögöttünk hagyott hétvége, és most folytatjuk azzal a műsort, hogy mi vár ránk a következő hétvégén. Ugye most már régi hagyomány, hogy Zalaegerszegen augusztus 19-én, vagyis az ünnep előestéjén már elkezdődnek a rendezvények Zalaegerszegen. Idén sem lesz ez másként. Köszöntöm itt a stúdióban Flajsz Gergőt, a Keresztfüri Dezső VMK igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok változás nincs a programokban, legalábbis a menetrendben, a hagyományokat továbbra is tartja a város, de mégis mi várható idén, mire érdemes felhívni a lakosság figyelmét, milyen programokra? Igen, az elmúlt években elkezdtünk egy tendenciát, úgymond, hiszen néhány évvel ezelőtt volt egy István a király előadás ugye a Szent István szobornál, a tavalyi évben egy exkluzív, különleges, ismerős arcok, szimfonikus zenekar koncert lett volna, hogyha az időjárás is megengedi, ugye zárt helyre kényszerültünk. Az idei évben pedig egy ismételten egy olyan produkcióval készülünk, ami azért egy kicsit különlegesebb, mint a megszokott. Itt Tolcsvai László és Tolcsvai Béla magyar miséje fog felcsendülni augusztus 19-én. Természetesen ezt meg fogja előzni az a fajta protokoll menet, ami ugye minden esetben szükséges és megszokott. Ugye úgy szokott kezdődni mindig a program, hogy ünnepi köszöntés, ezt az ünnepi köszöntőt szokás szerint Herklini Ebedli Gyöngyi, a településrész önkormányzati képviselője fogja megejteni, hiszen vele közösen tervezzük és szervezzük most már évek óta ezt a rendezvényt. Ezt követően ugye egy ünnepi beszéd következik, V. Németh Zsolt államtitkár úr fog ünnepi beszédet mondani, majd ezt követően ugye az új kenyér megáldása és szétosztása következik, majd egy minimális technikai szünetet követően fog majd következni maga a magyar mise produkció, amit az idei évben 50 énekes, tehát 50 fős kórus, illetve 4 magánénekes, köztük Tolcsvai László is egyébként vendégünk lesz, fogják majd előadni. Nem a megszokott helyen, ezt azért hozzá kell tennem, hogy nem a megszokott helyen fog következni a produkció, hanem a Szent István szoborral szemben lévő téren. Egy akkora színpadot kell építenünk ehhez a produkcióhoz, hogy már ott a dombon ez biztonságosan nem kivitelezhető. Így úgy gondoltuk, hogy azért mégis a Szent István szobor nagyon fontos eleme ennek a rendezvénynek. Így úgy gondoltuk, hogy a közönség akár helyet is foglalhat Szent István szobra alatt, egy ilyen piknik hangulatot fölvéve, de természetesen lesznek ülőhelyek a megszokott módon. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy az idei évben, ha minden igaz, és az időjárás most nagyon úgy néz ki, hogy velünk lesz, akkor egy ilyen különleges programra kerül majd sor. Az eddigiektől eltérő módon szintén este 8 órakor kezdődik a program. Viszont az már megszokott, és azt már tapasztalhatták a szervezők, hogy mindig nagyon nagy az érdeklődés. Főleg azóta, mióta az István a király című darabot is bemutattátok ott a Szent István szobornál, akkor nagyon-nagyon sokan voltak, az előző években is, és akkor az elmúlt esztendő is így lett volna, csak ugye akkor a helyszín változott az időjárás miatt. Igen, ez egy nagyon fontos tényező, hiszen erre fel is kell hívjuk a figyelmet. Tavaly évben is azt vettük észre, hogy az ismerős arcok koncertről ugye beszorultunk az Artmoziba, többszörös túljelentkezés volt a regisztrációs jegyekre.
Ugye az idejében tulajdonképpen biztosra vehető, hogy jó idő lesz, készülünk is, megfelelő mennyiségű, több mint 1000 ülőhely lesz a rendezvény területén. Viszont arra nagyon felhívnám a figyelmet, hogy ahogyan a városban élők ismerik a környéket, a parkolás az egy sarkalatos pont. Azt javasoljuk, és a rendőrséggel közös megegyezésben azt javasoljuk, hogy az alaparkban érdemes letenni az autókat, vagy olyan környező utcákban esetleg, ami nem akadályozza majd ott a megállást, hiszen tudni kell, hogy a Nyerges utca le lesz zárva, nem lesz megközelíthető gépjárművel a rendezvény ideje alatt, és a nagy körforgalom is lassítva lesz, nem lesz lezárva, de lassítva lesz a körforgalom is. Úgyhogy mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy érdemes gyalog megközelíteni a helyszínt, és akinek esetleg nem jut szék, úgymond, nyugodtan hozzanak pokrócot, kényelmesen tényleg egy piknik hangulatban a Szent István szobor alatt is helyet lehet foglalni. Most akkor ugye megfordítódik a színpad, most nem a Szent István szobor felé fogunk nézni, hanem éppen annak háttal lesznek majd az ülőhelyek. Igen, ahogy mondtam, ennek van egyrészt egy technikai oka tulajdonképpen, hogy elférjen a nagy színpad, de mégis, hogyha másik oldalról is megnézem, akkor azért az eddigi években tulajdonképpen azt vettük észre, amikor nagyon sokan voltak, hogy egy bizonyos szint után már nem láttak rá a színpadra a nézők, úgyhogy most tulajdonképpen nem lentről fölfelé, hanem föntről majd lefelé kell nézni a színpadot, és így azt gondoljuk, hogy bármelyik helyen is fognak állni vagy ülni, látható lesz a produkció. Ingyenes a rendezvény az idei esztendőben is? Ez nagyon fontos információ, igen. Természetesen az augusztus 19-i és 20-ai rendezvény is továbbra is ingyenes. És akkor nézzük az augusztus 20-át, kéne hagyjuk. Augusztus 19, tehát Csácsbozsok, ezt már megszokhattuk, ott kezdünk este. Így van, és másnap pedig a Jézus Szíve Ferences Plébánia templom szintén megszokott környezetében lesz majd a program. 10 órakor kezdődik a program, ugye Szent Mise van, mindig egy Szent Mise előzi meg az augusztus 20-ai ünnepi műsort, ez 10 órakor kezdődik, és 11 órakor a Szent Misét követően az ünnepi program is elindul. Ugye itt minden évben arra törekszünk, hogy nyilvánvalóan a helynek megfelelő és méltó programot tudjuk kínálni. Az idei évben egyébként az Eukarisztikus Világkongresszus himnusza fog elhangozni, mint ünnepi műsor, illetve a Zalai Mária himnusz is elhangzik, és hát Balaidy Zoltán polgármester úr fog ünnepi beszédet mondani, majd ezt követően megszegik az új kenyeret, és ki is osztják a jelenlévőknek. Technikai információ, hogy Balaidy Zoltán polgármester ünnepi beszédét pedig mi majd jövő héten, vagyis következő kedden, augusztus 22-én itt az Egerszegi Estékben megismételjük és bemutatjuk a nézőknek. És akkor ezt követően ugyancsak hagyomány, ugye, az Olai templomból átvonulnak az érdeklődők, az ünneplők az Öcsei Falumúzeumba, ahol a Falumúzeumok napját Falumúzeum napját ünnepeljük. Ezzel jövünk vissza, Gergő, köszönöm szépen a ünnepi információkat. Köszönöm én is. Elérkeztünk tehát augusztus 20-a délutánjához, akár mondhatjuk, hogy délelőttjéhez is, hiszen ugye 10 órakor nyit a Öcsei Falumúzeum, és onnantól fogva már várják az érdeklődőket, és itt vannak a augusztus 20-ai program főszervezői, résztvevői. Köszöntöm a stúdióban Varjó Andrást, a Öcsei Múzeum osztályvezetőjét, és Mátyás István orgonaművészt, aki visszatér Zalaegerszegre legalább erre a napra, és hallhatjuk az ő játékát. Na de hogy pontosan miről is szól a Falumúzeum napja, talán kezdjük innen, lehet, hogy még nem mindenki tudja, hogy augusztus 20-án miért ünnepeljük a Öcsei Falumúzeumot. Ugye a Szent István ünnepe és az új kenyér ünnepe mellett nekünk különleges a szívünkhöz közel álló nap augusztus 20-a, hiszen 1968-ban ezen a napon nyitotta meg a kapuit a szabadtéri gyűjtemény, és hogyha a kedves nézők ellátogatnak a múzeum online felületeire, és kicsit szemezgetnek az archív felvételek között, akkor ott elég sok képet találnak az 55 évvel ezelőtti rendezvényről. Hihetetlen érdeklődés övezte ezt a napot, és hát mi minden évben szeretnénk ehhez minél közelebb kerülni ismét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idén is sikerült egy hagyományos elemekben gazdag, illetve hát egy igazi kuriózumot is kínáló programot összeállítani.
Nézzük először a hagyományos elemeket. Mi minden várja azokat, akik kilátogatnak ugyancsak ingyenesen, ugye a Falumúzeum napján a Göcsei Falumúzeumban. Igen, köszönöm, hogy ki lett ez emelve, tehát valóban ingyenesen lesz látogatható a rendezvényünk. A hagyományos kirakodóvásár 15-20 kis kézműves kereskedő fogja kínálni a portékáit. Emellett nyitunk egy gyermekportált, ahol a Talsó-Erdélyi Mezőségért Egyesület tagjai fogják leginkább a kisgyermekeket, a családokat szórakoztatni a nap folyamán. Fellép nálunk a Harangláb együttes is ezen a napon. Pap Tamás barátunk mezőgazdasági eszközeinek bemutatójával, interaktív bemutatójával lesz itt nálunk, és hát igyekszem senkit nem kifelejteni, de minden bizonnyal így lesz. Azt gondolom, hogy a sok látnivaló izgalom mellett semmiképpen nem mennék el szó nélkül a zöld szigetünk mellett, amit tavasszal nyitottunk meg. Ez egy fenntarthatósági élménypont, elsősorban kis gyerekeknek, családoknak. Itt is szeretettel várjuk a látogatókat. És ugye az sem véletlen, hogy Mátyás István orgona művész ellátogatott most hozzánk a stúdióba, mert hogy most egy különlegessége is lesz ennek a Falumúzeumi napnak. Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ma már hallhattam a 227 éves Krüger orgonának az első hangjait. Egy nagyon izgalmas időszak vége lesz a fatemplomban újrafelállításra kerülő Krüger orgonánk, hiszen muszáj megemlítenem Szegi atyát, illetve Major Zsoltot, akik segítségével hát egyáltalán látókörbe került a Krüger orgona számunkra, és hát Istvánnak köszönhetően meg eljutottunk odáig, hogy nem csak egy múzeumi műtárgy kerül a fatemplomban újrafelállításra, hanem egy olyan hangszer, amelyiken ugyanazok a hangok szólalhatnak meg, mint amik 227 évvel ezelőtt először Kissomjón, aztán Vöcköndön hírulatták a gyönyörű hangjaikat. Hozzánk pedig 2018-ban került ez az orgona? Igen, 2018-ban hoztuk el Vöcköndről, és köszönhetően a város támogatásának, illetve pályázati forrásoknak nem utolsó sorban a zsinagógában megrendezésre került adománygyűjtő koncertnek sikerült összegyűjteni a szükséges forrásokat, és hát egy ilyen restaurálás azért egy viszonylag hosszú folyamat, úgyhogy hát szerencsére most eljutottunk odáig, hogy a hangszer újra megszólalhat. És már meg is szólalt, Mátyás Istvánnak köszönhetően. Mit tudunk erről a hangszerről elmondani? Így van, tehát most egy 5 éves folyamatnak a vége felé járunk, amikor jelenleg benn állnak már a hangszerben a fasípok, az eredeti fasípok, és a mai nap folyamán kerülnek be a rekonstruált, tehát újraépített, illetve restaurált fémsípok is az orgonába. Immár megvan az orgona homlokzata, tehát kívülről ugyanúgy néz ki a hangszer, mint 227 évvel ezelőtt Kissomjón. Ugye, ahogyan András is említette, egy utazó hangszerről, egy vándorló orgonáról beszélhetünk. Mi most megtalálta a végső helyét? Reméljük. Ugye eredetileg a kissomjói evangélikus gyülekezetnek épült, onnan 1904-ben került át a vöcköndi katolikus templomba, és most pedig a rendkívül különleges, tehát a Falumúzeum rendkívül különleges szakrális terébe, a rekonstruált zalacsébi fa templomba. Sok szempontból egyedi az orgona, amit én mindenképpen kiemelnék, az az, hogy a Zala megyei historikus orgonatáj nem bővelkedik nagyon történelmi hangszerekben, mert a 20. század legelején három egymással konkuráló cég, illetve azok közül is leginkább kettő, kicserélte a régi történelmi hangszereket annak idején korszerűbbnek ítélt gyári orgonákra, és ezeknek a nagy része áll a mai napig is a falusi templomokban. A kevés történelmi hangszer egyike ez a József Klügel-féle kis pozitív, ez egy 6 regiszteres hátuljátszós orgona, mégpedig rövid alsó oktávval, ami szintén a barokk orgonaépítészetnek az egyik sajátossága. Magyarország a
egészen a 19. század végéig a délnémet orgonatájhoz volt sorolható, és különösen ebben a délnémet orgonatájban, tehát Bajorországban, Ausztriában, Magyarországon nagyon sokáig tartotta magát ez a tradíció, hogy az orgonáknak az alsó oktávját vagy a pedált nem építették ki teljesen, hanem hiányzik belőle konkrétan 4 kromatikus hang. És ezért a billentyűk elrendezése is más, tehát nem a szokásos oktáv felépítés, hanem máshol találjuk az egyes hangokat. Ez mindenképpen rendkívül különleges, tehát egészen új színfolttal gazdagodik itt a környéknek az orgona állománya. De ezt nem csak megnézni lehet majd, hanem meg is hallgathatjuk ennek az orgonának a hangját. Jól tudom, több kisebb hangverseny is lesz a vasárnapi napon. Így van, úgy terveztük, hogy 4 egymást követő időpontban rövid 20 perces orgona koncertecskéket játszanék. Megpróbálom néhány szerzőn keresztül bemutatni azt, hogy egy ilyen kis hangszernek milyen lehetőségei vannak. Értelemszerűen amit az előbb felvázoltam, a rövid alsó oktáv miatt nem játszható a teljes orgona irodalom ezen a hangszeren, pedálja sincs, de a Bach előtti időszakból, különösen az olasz, spanyol, délnémet irodalomból rendkívül sok mindent elő lehet rajta adni, az ember nem is gondolná, és ebből egy rövid válogatást fogok játszani, a pontos időpontokat megtalálják a szórólapokon. Illetve a Göcsei Falumúzeumnak, a múzeumnak a weboldalát. Az a lényeg, hogy mindenképpen érdemes kilátogatni ugye vasárnap a Falumúzeumba, például ezzel a különlegességgel is találkozhatnak a látogatók. Igen, arra szeretném még a végén felhívni a figyelmet, hogy miután nagyon kicsi a fatemplomnak a befogadó képessége, kb. 40-50 fő tud egyszerre elférni benne. Mindenképpen regisztráció szükséges ahhoz, hogy a koncerteket meg tudják hallgatni. A regisztrációs felület pedig a Falumúzeum Facebook oldalán, illetve a Göcsei Múzeum oldalán elérhető. Ne tessék sokat várni, mert fogynak a helyek. És lesz ebből hagyomány? Vagy csak most hallhatjuk az orgonát, esetleg István máskor is kap-e meghívást a Falumúzeumban? Beszélgettünk már erről, a terveket szövögetjük, tehát szeretnénk mindenképpen, ha már egy ilyen kuriózum hozzánk került, folyamatosan gyakran megszólaltatni. Szeretnénk rászervezni majd leginkább a jövő tavasztól kezdődően programsorozatot. Akik tehát a hagyományokat és a zenét kedvelik, őket tehát várják vasárnap. Még mire kell felhívnunk a figyelmet? Még azért, hogy szemléltessük, hogy pontosan ez az orgona, ez hol is helyezkedik el, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a városnak is egy egészen különleges színfoltja tud lenni, a történelmi értékeket tekintve, mert ahogyan utána néztem, konkrétan a Kvártéház építése és a nagy templom felszentelése között készült ez az orgona. Tehát ez igazi történelmi érték, a barokkori emlékek sorát gazdagítja. Már csak ezért is érdemes akkor megtekinteni a Falumúzeumot. Gondolom, hogy már nagyon sok zalaegerszegi járt ott, most egy új színfolt van, tehát még egyszer el kell menni. Köszönöm szépen, uraim, hogy beszéltek nekünk a hétvégi programokról. Mi köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért már az egerszegi estékbe. Én tényleg szívből ajánlom önöknek, hogy töltsék idehaza a hétvégét, hiszen számos program lesz, hogyha tehetik, akkor ezeken vegyenek részt, ahogy elhangzott, valamennyi rendezvény térítésmentesen látogatható. Én köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Műsorvezetőnk sminkjét a Barbie Kozmetika, frizuráját Kocsis Renáta mesterfodrász készítette. A műsorvezetőt a Rouge Avenue zalaegerszegi üzlete öltözteti. A műsor támogatója a Zala Müllex Kft.